a szólásszabadságról, Losonc Alpári a terep. Emlékezetemben ott áll az egyik legfontosabb vajdasági magyar festő rajza, amelyen egy bevart szájú ember látható. Belevésődik ez az ember agyába. Világos, hogy mit hivatott tükrözni. A szólásra jelentkező embert el kell hallgattatni, zárt, varatot rakni a szájára, hadd tomboljon csak magában, otthon, párnák közt, ám a szó maradjon ott benne magában, azaz ne repüljön ki bensőségességéből. Hiszen a szó, ahogy egy jeles elmélet szépen megmagyarázza, maga a cselekvés, a szó nem tükröz, hanem létrehoz, méghozzá viszonyt. Egy szóval nem semleges, mint a balta, vagy a csavarhúzó, hanem viszonyteremtő. Nyilván a motívum, mármint a száj elzárásának igénye régi dolog, nem most kell felfedezni. Embereket küldtek egykor vesztőhelyre annak okán, hogy járatták a szájukat, vagy ahogy a durva zsargon mondaná, pofáztak. Aztán a szólásszabadság szent erekjévé vált a felvilágosodásban, hiszen hogyan is lehetne világosságot szétvinni a világban, amennyiben az ember nem rendeli bírálat alá a fennálló világot, amennyiben nem lehet bírálatot intézni azok címére, akik megkötik magukat, nem engedve, hogy mások kiszárítsák a mocsarakat, és hogyan is lehetne egyáltalán bírálni azokat, akik úgy gondolják, hogy az emberek közötti egyenlőség csak humbug. Aztán hogyan megbeszélni együtt a világ dolgait, vagy keretet szabni a közös életnek, ha valakinek bevarják a száját. Így tört utat magának a történelemben a szólásszabadság, igaz, különböző ütemmel. Így a magyar nemzetiségű gyerek már korán megtanulja az iskolában 1848 jelszavát, amely a szólásszabadság szentségét dicséri fennen, és akár hajlandó volt egy véres forradalomra, hogy annak érvényt szerezzen. Igaz, a szólásszabadsághoz mindig sokfajta dolgok társultak, az a műsorban már korábban szóba hozott Kant, aki igazán sokat tett a szólásszabadságért, azért sokat mondóan hozzátette. Beszéljetek, beszéljetek, amennyit csak akartok, ám eközben engedelmeskedjetek. Bárhogy is legyen, a szólásszabadság magasztos mi voltát mindig azért domborították ki, mert úgy gondolták, hogy ezáltal szabadság és közösség egybe tömöríthető. Az amerikaiak, akik világszintű küldetést tulajdonítanak még mindig maguknak, alkotmányfüggelékben adtak formát e gondolatnak. Szabadság ez, azaz az ember mások előtt szabadon mutatkozik meg, hangot adván véleményének mások számára is, vagyis velük együtt. Az ész beszél, az érzékek pedig harapnak, mondta még jóval a modernitás előtt Petrárka, a híres költő. És közösség ez, mert együtt áramolnak a vélemények, és eszményi módon megfogalmazva együtt teszik mérlegre a különbözőséget. Persze a 20. században, amíg korábban is, sokszor meg-meg torpant a szólásszabadság menetelése, noha még nemzetközi szerződések is megpróbálták erősíteni az alapokat. Meg kellett tanulni, hogy ez a menetelés mégsem annyira magától értetődő, mint hiába hisszük azt, hogy a világ állandóan előre araszolva csiszolja magát, azaz egyre elmésebb és elmésebb lesz. A szólásszabadságnak adódnak feltételei, közegei, amennyiben a körülöttünk működő technológia változik, már is módosulnak a szólásszabadság feltételei is. Mind hiába gondoljuk, hogy a szólásszabadság ma ugyanazt jelenti, mint amikor 3-4 évtizeddel ezelőtt írógéppel vetítettük ki a fekete betűket a fehér papírra, tudnélik ma a helyzet úgy fest, hogy a digitális technológia merőben változtatja a szólásszabadság határait és körülményeit. Ez még aztán hozzáolvasunk néhány kortárs doktori disszertációt,
amely végigértelmezi az Európai Unió szólásszabadságra vonatkozó határozatait, egy kicsit összehasonlítja azt a szürke gyakorlattal, és talán be is fejeztük az idevágó gondolkodást. Mindez ugyanis majdhogy nem egyszerűen hangzik, és a hallgató számára mindez már-már tankönyv szagú is akár, mintha egy megszépített történet különféle epizódjait hallgattuk volna végig. Hiszen az elmondottakhoz a szólásszabadság hősies történelmihez képest éppenséggel a zavarodottság állapotában vagyunk. Hova tovább? Nem fogok messze járni az igazságtól, ha azt mondom, hogy soha nem voltunk ennyire konfúz állapotban. Németországban nem is olyan régen szó szerint kizavarták az országból a sajátos volt görög pénzügyminisztert, Janis Varoufakist, a kiváló közgazdászt, állítólagosan pro-palesztin álláspontja miatt, amelyet előkívánt adni illusztris közönségnek. Ne beszéljen, sérti ez a nemzetbiztonságot. Amerikában, amely dagad a büszkeségtől, a már említett alkotmány függelékek okán, börtönbe dugják és különféle tortúráknak vetik alá a lázadó térfoglaló egyetemistákat, akik elégedetlenek az amerikai állam viselkedésével, a gázai borzalom kapcsán, és azt követelik, hogy az egyetem szakítsa meg a kapcsolatot azokkal a vállalatokkal, amelyek profitot nyernek abból, hogy a gázai gyerekeket halomra lövik. Ne tiltakozzanak, hanem tanuljanak, vizsgázzanak, üljenek a szemináriumi termekben, mélyedjenek el az olvasmányaikba, ne keveredjenek antiszemita jellegű megnyilvánulásokba. És ennek a fele sem tréfa. Emberek veszítik el munkahelyeiket, mert hasonló vélekedésekkel állnak elő, mint az imént szóba hozott egyetemisták. Ha már Németország, úgy hadd említsem, hogy egy jó másfél hónappal ezelőtt jártam Berlinben, részt vettem egy konferencián, láttam, tapasztaltam ezt a zavarodottságot, akár félelmet is, aminek persze az a háttere, hogy a német állam gondolkodás és zárójelek nélkül támogatja Izrael államot. Történelmi és hasznossági szempontok magyarázzák ezt az álláspontot, aminek szempontjából a Varoufakis félék zavaró tényezőknek bizonyulnak. Magáról a Hamas Izrael ügyről, hogy van-e ott népírtás, naphosszat lehet vitatkozni. Például a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze úgy gondolja, hogy a válasz a feltett kérdése igen. Hova tovább zsidó származású top genocídium kutatók is hasonlóképpen gondolkodnak, de akkor is embertelenül nehéz mérlegelni az ügyben, mint minden igazi nagy kérdésben, ahol a régi szólás szerint többfelé hajlik az igazság veszélye. De most itt az a legfontosabb, hogy időközben elfelejtettük a szólásszabadság egyszerű lényegét. Kibírni azt, amikor a másik olyasmit mond, ami nem tetszik nekem, ami nem tölt el örömmel, aminek okán elkezdek izegni, mozogni, mert kellemetlenül érzem magam. Ha másik legyezi a hiúságomat, visszaigazolja azt, amit én is gondolok, azt a szólamot fújja, amelyet én is elmuzsikáltam, ám örülhetek, és elégedetten állapíthatom meg, hogy jól megy a világ sora, lám mások is azt gondolják, amit én, de hát ennek valami kevés köze van a szólás szabadsághoz, ami hát szemmel láthatóan nehezebb ügy, mint a szokás gondolni. Igazságot keresni másokkal igen, de ha közelítünk a dolog lebonyolításához, az ügy egyre bonyolultabbá válik. Ha 1848 lángesző forradalmárai számára a szólásszabadság a világ legáttetszőbb belve volt, amelyért élni-halni kell, a késő kapitalista fogyasztás nihilében ficánkoló ember számára nem az. Viszont félreértés ne essék, most nem a Gáza, Rafah dolgokról akartam beszélni, nem fogtam bele ezen embert igénylő kérdéskör boncolgatásába, csak egy nagyon jellegzetes példával éltem, amelyben sok minden belesűkítődik. Mint hogy a szólás szabadsággal kapcsolatos folytonos bizonytalanság nem Gázával,
hogy az elüldözött Varoufakisszal kezdődött, nem tegnapról, és nem is tegnap előttről jegyezzük a ként. Miért olvasom például az Anne Herdben, azaz egyik legintellektuálisabb brit folyóiratban, hogy az Európai Unió a deklarációi ellenére korlátozza a szólásszabadságot. Talán ide kell írnom, nincs itt szó semmilyen megáltalkodott szélső jobboldali Európa-fóbiás folyóiratról, hanem egy igazi gondolkodói közösségről. Nem az a zavarodottság jele ez is? Emlékszünk ki arra nem is olyan régen végbe menő járványra, amely veszélybe taszította az emberi nemet, és arra emlékeztetett, hogy mégiscsak egy siraomvönyben élünk. Nem a Covid-epidémia is bővelkedett effajta zavarodottsággal a szólásszabadság kapcsán? Mármint azzal, hogy nem világos előttünk, hogy ki mit mondhat. Lehet-e szólni például a vakcina ellen annélkül, hogy valaki a sarlatánság helyzetébe kerülne? Mit jelent az, hogy szakértő? Kinek van egyáltalán tekintélye a tekintély nélküli korban? A régi, az antik korban nyúló elképzelés élesen megkülönböztette a véleményt és az igazságot. Határokat húzott, és azt sejtette, hogy az igazságért keményen dolgozni kell. Ma ez a megkülönböztetés homállyal és ellentmondással terhelt. Egyfelől mindenki beszélhet, kotyokat tetszés szerint. Így Václav Havel zöldségárusa, a szabad szájú szajha, az okoskodó egyetemi tanár és a beképzelt szakértő is. Mindenkinek ott vannak a preferenciái a világhálón. Másfelől azonban újra és újra előtaláltatnak olyan érvek, amelyek korlátozásnak vetik alá a szólásszabadságot, így például nemzetbiztonsági argumentumok, mint az imént leírt helyzetekben. Régen azt gondolták, hogy az igazság olyan hatalmas erejű, hogy önmagát mutatja meg, méghozzá előbb vagy utóbb. Ma ebben sem vagyunk biztosak. A mesztelen igazság metaforája régen pontosan ezt hivatott jelölni. Megjelenik az igazság, és eltűnnek egyéb vonatkozások. Ám ismétlen, elbizonytalanodtunk ezzel kapcsolatban is. A modernek meglepetésszerűen a jogi szabályozásokban és egyebütt is sokat küszködnek a gyűlölettel és haraggal, és abban remélkednek, hogy ezen affektusokban tapintják ki a szólásszabadság értelmes határait. Nem véletlen, hogy ma olyan sok gondolat hallható a gyűlöletbeszédről. Azt szoktuk gondolni, hogy a premodern korok érzelemháztartásai erőszakteliek voltak, és hogy a háborúkban mai szemmel méregetve iszonytató bünteteket hajtottak végre. Ugyanakkor bizonytalanok vagyunk abban, hogy mindezt nem váltották fel a gyűlölet ravaszabb változatai. Mintha a gyűlölet szelleme szállta volna meg a moderneket, ami hozzáadott módon bonyolítja a szólásszabadsággal való gyűrközéseket. Amikor olyan dolgok jutnak kifejezésre, mint a szlovák miniszterelnök Fico elleni merénylet, akkor a politikai időszerűségek szokványos elemezgetése mellett megjelenik az örökös kérdés. Nem-e a moderneket foglyul tartó gyűlölet az, ami ilyen gesztusokra sarkal? És így még inkább elbizonytalanodunk, mert sötétségbe borul az okok és következmények hatalmas rendszere, és a modernek nem értik, hogy a demokrácia miért nem csillapítja a gyűlöletet. És küszködnek a modernek mindezzel, mert többet reméltek a modernitás észszerűsítési mechanizmusaitól, nevezetesen azt, hogy azok majd becsatornázzák ezeket az affektusokat, amelyek óriási erejűek tudnak lenni, csak hogy akadályozhatják a szólásszabadság által bekeretezett viták meneteit. A haragot például, mint affektust, egykor a régi görögök rendkívüli módon értékelték. Hatalmas mitológia bontakozott is ki körülöttük. Hova tovább még a Biblia olvasó is tudja, hogy az Ószövetségben mekkora szerepe van az Isten rettenetes haragjának. A modernek felfedezték, tetten érték a harag
és más affektusok jelentőségét, de egyúttal zavarja őket köreikben. Mondom, zavartak vagyunk a szólásszabadság kapcsán, és nem is tűnik úgy, hogy ez a közeljövőben változhat.